Harci repülők. A légierő története rövid. A legrövidebb a hadviselés történetében. Az első pilóta által vezetett repülőgéptől, amelyet az Egyesült Államok hadseregének szállítottak 1908-ban, az egyik legújabb harci repülőgépig kevesebb, mint 100 év telt el. Ám ez alatt a rövid idő alatt a harci repülők minden idők legmeghatározóbb fegyvereivé váltak. A fegyveres harcot háromdimenziósá változtatták, és ezzel felrúgták a hadviselés addigi szabályait. A vadászgépek, a bombázók, a felderítőgépek és a kémrepülőgépek mind küldetésüknek megfelelően fejlődtek. Olyan gépek ezek, amelyekkel a háborúkat nem csak megvívják, hanem véget is vethetnek nekik, vagy olykor meg is előzhetik őket. A háború és a béke története a mai időkben a harci repülők története. A légiharc kezdetei. Egyesek szerint ez az utolsó repülőgép, amelyhez pilóta kell. A repülők már egy ideje képesek önállóan repülni és önállóan tájékozódni. A Raptor például lát. És még gondolkodik is. Mindent komputerek csinálnak. Megpöckölök egy kapcsolót, és azt mondom, hé, le akarom lassítani a gépet. De nem tudom, hogy ez hogyan történik. Emiatt sok bevetésen a pilóta már korlátozó tényező. De még ma az olyan emberek, mint Jim Hacker és pilótatársai, nekik köszönhető a légifölény fenntartása, és általuk élt tovább a Langley légierőbázis régi hagyománya. Az itteni harci repülő századok voltak az elsők Amerikában. Gyökereik az első világháborúig és a katonai repülés kezdetéig nyúlnak vissza. Innen indulunk el, hogy feltárjuk a harci repülés történetét, amelyben merész technológiai ugrások sorozatán át eljutunk a legelső kezdetleges repülőktől a lopakodó bombázókig. Vajon hogyan alakították át a repülők a hadviselést először csak egy, aztán egyre több feladatot betöltve, amíg ki nem alakult a mai légierő. Az F-22-es Raptor ennek az erőnek az első vonala. Az F-22-es feladata a légifölény biztosítása. Mi vagyunk a faltörőkos. Az F-15-öshöz hasonló harcértékű gépeket úgy lőjük le, hogy észre sem vesznek minket. Ez lehetővé teszi, hogy a többi haderőnem, a hadsereg, a tengerészgyalogság, a haditengerészet fel tudja venni a harcot az ellenséggel. Az ilyen katonai előny értéke nyilvánvaló, de 1903-ban nem volt az. Legalábbis az Egyesült Államok hadseregében nem. A repülőgép feltalálói az észak-karolinai Kitty Hawkban végrehajtott történelmi áttörésüket követően élénk kormányzati érdeklődésre számítottak. A Wright testvérek kezdettől fogva tisztában voltak repülőgépük potenciális katonai értékével. Mikor kiderült, hogy a gép repül, és a levegőben is tud maradni, a hadsereghez fordultak. Az egyetlen lehetséges vásárló a kormány által fenntartott hadsereg volt. Csak ők tudták volna kifizetni a 100 000 dollárt, amit Wrighték kértek. De az amerikai kormányt nem érdekelte a repülőgép. 1903-ban nem volt háborús fenyegetés. A kormányzati közönyre a testvérek jellemzően dacos választ adtak.
A Wright testvérek szétszették és elraktározták a gépüket egészen 1907-1908-ig, amikorra már elég kapcsolatot teremtettek Európában, hogy ott repülhessenek. Első motoros repülésükkel a testvérek valóban elindítottak valamit. 5 éven belül az egész nyugati világ érdeklődni kezdett a motoros repülés iránt, mindenek előtt Franciaország. De titkolózásuknak köszönhetően Orville és Wilbur Wright teljesítménye inkább csak legenda volt, mint tény. Franciaországban néhányan tudomást szereztek Wrighték kísérleteiről, és ha megnézzük az első francia duplafedelű gépeket, azok a Wright-féle duplafedelű ötletének másolatai. A franciák akkor már csináltak néhány dolgot, de ezeket alig lehet repülésnek nevezni, esetleg egyenes vonalú ugrásoknak, vagy talán egy kicsit többnek. Aztán, amikor Wilbur végül felszállt és köröket, meg nyolcasokat írt le a levegőben, akkor a franciák elképedtek. De mi volt az, amit a Wright testvérek be tudtak mutatni a világnak 1908-ban? Milyen az a titok, amit 5 éven át rejtegetni tudtak? Virginia állam, Warrenton. Itt a virginiai Warrentonban a Wright kísérlet szakemberei, akik a testvérek eredeti feljegyzéseiből és számításaiból dolgoznak, újra megépítik a Wright testvérek összes korai repülőjét. Így ezzel kapcsolatban mindazt megtapasztalják, amit a Wright testvérek is, méghozzá úgy, ahogy annak idején ők. Ez volt a repülés abszolút kezdete. És minden kezdet veszélyes. Tökéletesen tisztában vagyunk vele, hogy az eredeti repülőkkel együtt jár az eredeti veszély is. A repülés akkori úttörői megértették, hogy egy légijárműnél, ami egy repülőgép plusz egy motor és a pilóta, fontos a súlypont. Ha ez megvan, a szárnyak dőlésszöge az, amely meghatározza, hogy a levegőben marad-e a gép, vagy lezuhan. Ezt ők állásszögnek hívták. A probléma az volt, hogy senki nem tudott elég ideig a levegőben maradni ahhoz, hogy pontosan megtudják, mi a jó állásszög. Wilbur Wright megközelítése geniális volt. Hogy súlytalanságot szimuláljon, oldalára fordította a gépet. Egy szabadon forgó biciklikerékre 2 fémlapot erősített. Az egyiket a jobb oldalára, ez felett meg a gép légellenállásának, a másikat a bal oldalára, ez volt a szárny. Amikor a biciklit egy bizonyos sebességgel hajtották, el lehetett érni egy egyensúlyi állapotot. Amikor a szárnya megfelelő szögben állt, a szerkezet gyakorlatilag repült, ezért ennek a szögnek kellett a jónak lennie, hogy felemelkedjen a gép. A szemből jövő levegő fémlapra ható nyomásának és a szárny felhajtó erejének ki kell egyenlíteniük egymást. És egyensúlyban kell tartaniuk a kereket, körülbelül 5 fokkal eltérve így a szárny középpontjától. Mikor kipróbálták, 15 fokot kaptak. 15 fokos állásszöget feltételezve létre kellett hozniuk egy speciális szárnykeresztmetszetet vagy szárnyprofilt. Ehhez a testvérek bevitték a kísérletezést a nyílt terepről a műhelybe, ahol megszületett egy másik zseniális segédeszköz. Ez Wrighték 1901-es szélcsatornájának másolata. Rekonstruáltuk ezt a mérleget ugyanazzal a módszerrel, ahogy ők. Fűrészlapokból, bicikliküllőkből és a szanaszét heverő fémhulladékokból. Bár a szélcsatorna kezdetleges volt, szimulálni tudta a súlytalanságot és megismertette a testvérekkel mindazt, amit a különböző szárnyformák tulajdonságairól tudniuk kellett. De ami még ennél is fontosabb, elvezette őket az egyik korszakalkotó felfedezésükhöz. A légcsavar valószínűleg a legnagyszerűbb dolog, amit a Wright testvérek ránk hagytak. Mégis ez az, amiért a legkevesebb elismerést kapták. Ők állapították meg először, hogy a légcsavar egy forgó szárny. Zseniális találmány volt. Mindenki más úgy gondolt a légcsavarra, mint forgó evezőlapátokra, vagy egy olyan csavarra, amilyen a hajócsavar. A forgószárnynak azonban szögben kell állni ahhoz, hogy felhajtó erőt állítson elő.
de minthogy a külső része nagyobb sebességgel halad, mint a belső, az állásszöget fokozatosan változtatni kell a lapát hosszában, a maximális hatékonyság érdekében. Ha ezt megtesszük, megkapjuk a modern légcsavart. ...1908-ban Európát ellepték a repülés úttörői. Mindannyian azt hitték, legalább egy-két darabot megtaláltak a nagy légi kirakós játékból. Wrighték igazi titka természetesen nem a dugattyús motor, vagy a légcsavar volt, még csak nem is a csűrőlap kormány, vagy a dőlésvezérlés, hiszen ezeket már mind feltalálták korábban. Szerintem Wrighték nagy tette az volt, hogy feltalálták magát a repülést. Tudtak valamit, amit senki más nem tudott. Megtanulták, hogyan kontrollálják a gépet a levegőben. Wilbur Wright találta ki, hogy elfordítja a szárnyakat, hogy irányítani tudja a gép útját a levegőben. Ezt a módszert használják a mai napig. Ha a levegőbe emelkedni kihívás volt, akkor a levegőben maradni győzelem. 1908-ban csak ők voltak erre képesek. Megvoltak a kellő információik. A szárnyprofil formája, a légcsavar, a háromtengelyű irányítás. Ezeket kikísérletezték, de senki nem tudott velük mit kezdeni egészen addig, amíg nem látták repülni a gépüket. A háromtengelyű irányítás pontosan ezt jelentette. A gép repülés közben hajlamos volt a váratlan előrebukásra, vagy oldalra dőlt és orsózó mozgásba kezdett, vagy megfarolt. Más szavakkal a farok része oldalra csúszott a levegőben. Ezeknek a veszélyes tulajdonságoknak a kontrollálásával végre lehetővé vált a hosszú távú repülés. A Wright testvérek meggyőzték a világot, majd a saját kormányukat is. Még abban az évben, 1908-ban az amerikai hadsereg megrendelte a Wright-féle repülőt. Ez volt az első harci repülőgép. Jól lehet, Amerika a repülés szülőhazája. Ezt a légi gyermeket a franciák nevelik fel, azzal a szándékkal, hogy mindenki mást megelőzzenek Európában. A németek a kormányozható léghajót fejlesztik, az angolok pedig azt remélik, az a tény, hogy egy szigeten élnek, önmagában védelmet jelent. Később, amikor Blériot átrepül a csatornán, rájönnek, semmi sem védi meg őket a repülőktől. Amikor a repülés francia úttörője Louis Blériot 1909. július 25-én földet ért Doverben, Anglia nem volt többé elzárt sziget. Éppen, hogy csak sikerült neki, gyenge, 25 lóerős kis gépe csak erre az útra volt alkalmas, de nem volt nehéz elképzelni, hogy egy erősebb repülőgép micsoda fenyegetést jelentene. Egy olyannal eljuthatott volna akár Londonba is. Ez valósággal felrázta az európai katonai hatalmakat. A repülés történetének következő technikai kihívását egy hatékony, könnyű motor kifejlesztése jelentette. A belső égési motor viszonylag új találmány volt. A motorok acélból készültek, vízhűtésesek voltak, és persze a hűtő meg a víz plusz súlya óriási volt. A súly csökkentése, hogy alkalmas legyen repülőgépen történő üzemelésre, igazi kihívásnak bizonyult. A nehéz, vízhűtéses motor egyszerűen nem volt praktikus a repülésnél, de volt egy ötletes alternatív megoldás. 1909-ben francia mérnökök elkezdték alkalmazni az önhűtő forgódugattyús motort. A forgódugattyús motorokat nem csak autóknál, de motorkerékpároknál is használták. Amikor forgódugattyús motorról beszélek, akkor olyan motorról van szó, ahol az egész motor körbeforog, a hengerekkel együtt. Megvolt a megoldás a repülőgép számára. Ez is egy belső égésű motor, de a hengerek egy közös forgástengely körül körben helyezkednek el úgy, hogy a dugattyúk nagy sebességgel forgatják a motorblokkot.
A légcsavart pedig közvetlenül a motorblokkhoz kapcsolják. A hűtőbordákkal ellátott forgóhengereknek olyan jó volt a hűtésük, hogy nem kellett vízhűtés, és ez jelentősen csökkentette a motor súlyát. Az első repülőgépbe való forgódugattyús motor olyan kicsi és viszonylag könnyű volt, hogy gnómnak keresztelték el. Az 50 lóerős forgódugattyús motor kielégítette a hadsereg sürgős szükségleteit. Elég könnyű volt, hogy felemelje a kezdetleges repülőgépeket, és elég erős, hogy kitartson az alapvető felderítéshez szükséges távolságokon. De ahogy a motorok egyre erősebbek lettek, kiderült néhány aggasztó tulajdonságuk. Vagy zseninek, vagy őrültnek kellett lenni ahhoz, hogy valaki felvesse a forgódugattyús motor gondolatát. Mikor egy ilyen forgótömegről van szó, hatalmas a centrifugális erő, amely a repülőt érdekessé és bizonyos körülmények között nehezen kezelhetővé teszi. Az olyan dolgok, amelyek kitűnően működnek egy autóba építve vagy a földhöz rögzítve, nagyon másképp reagálnak a levegőben. Így történt ez a forgódugattyús motorral is. Nehéz elfordítani és előre buktatni a gépet. Amikor az ember ereszkedik és közben fordul is, a repülő mozgása 90 fokkal eltér attól, mint amit várnánk. A Cambridge-i Dr. Hugh Hunt bemutat valamit azokból az erőkből, amelyek megkeserítették a régi repülősök életét. Így lassan megyek, így meg gyorsan. Nagy-Britannia, a Cambridge-i Egyetem. Ez a teniszlabda pár száz grammot nyom, és van itt egy 2 kilogrammos súly is, ami elég nehéz. Ezt a súlyt fel tudom emelni az asztalról a teniszlabdával, ha pörgetem. Dr. Hunt bemutatja, hogy egy forgó tömeg ereje 90 fokkal eltérül, ha a forgástengelyt merőleges erőhatás éri. Az erő derékszögben van a mozgáshoz képest. Van itt egy giroszkóp, belül pedig egy olyan nehéz rotor, mint ez. Ez a rotor, ugye el tudják képzelni, ez a motor. Tehát itt a zsinórom. Ezt így lefelé fogom húzni. Olyan, mintha a motornak saját akarata lenne. Ez kezd érdekes lenni. Ez a hatás a legveszélyesebb a brit Sopwith Teve nevű vadászgépeknél volt. 150 lóerős nagy motorjával és könnyű törzsével, amely fele olyan súlyú volt, mint a többi gépé, a Teve erős és fürge volt a harcban. Ennek azonban ára volt. Annak ellenére, hogy ez a repülőgép aratta a legtöbb győzelmet, a Tevével az volt a probléma, hogy nagyon nehéz volt irányítani. A típussal bekövetkezett halálesetek fele fel- és leszállás során történt. Minthogy minimális volt a gyakorlatuk, a bevetésre induló pilóták nagyon keveset hibázhattak. Ezt most a giroszkóphoz rögzítem. Mondjuk a pilóta jobbra akar fordulni. Íme a gép orra süllyed. A vízszintes irányítás hirtelen függőleges irányítássá válik. Más szavakkal a botkormány egy apró érintésére a jobbra fordulás süllyedés lett, a balra pedig emelkedés. Az ember megtanulja, hogyha egy bizonyos irányba akar menni, 90 fokkal el fog térni a gép. Néha az volt a legveszélyesebb, ha a pilóta küzdött ez ellen. A pilóta megpróbál reagálni valahogy, és akkor egy ilyen mozgásba kezd, ahol tulajdonképpen nem tudja, mit csinál. A pilóták, legalábbis a jók, megtanultak alkalmazkodni a forgódugattyús motor jellegzetességeihez, és idővel az instabilitást jó taktikai manőverré alakították át. 1914-re a forgódugattyús motor már olyan népszerűvé vált, hogy licensz alapján már nem csak Franciaországban, hanem Angliában és Németországban is gyártották. Ekkor kezdődött el a harci repülők karrierje. 1914-ben Németország megtámadta Franciaországot. Európa háborúban állt.
Szeptember 2-án egy magányos repülőgép Párizstól keletre nagy létszámú ellenséges csapategységeket vett észre. Riasztotta a francia tábornokokat, és a csata elkezdődött. Ez volt a Marny csata, amelyben mindkét oldal mélyen beásta magát. Mikor a front megmerevedik, és megépülnek a lövészárkok, a repülőgép nagyon hamar bizonyít, mert ezután már a könnyű lovasság nem alkalmas a felderítésre. Ezt a repülőgépekre kell bízni. Az a csata azonban, amelyben a repülőgépek végképp bizonyították, hogy bevetésük nagy előny a hadviselésben, mindössze néhány hónappal később, 1915. március 10-én kezdődött. A Neuf-Chapelle-i csata volt az első, amelynek az alapja több száz légi felderítéssel készült fotó volt. Neuf-Chapelle-nél tagadhatatlan a légi felderítés hatása a földi hadműveletekre, mert az egész brit hadsereg támadási terve teljesen a légi felderítésre és a légi felvételekre épült. A repülősök újra rajzolták Észak-Franciaország térképét. Nem csak a lövészárkokat látták meg, hanem az utánpótlási útvonalakat, a lőszerraktárakat és a tüzérségi állásokat is. A földi parancsnokok számára új értelmet nyert a felderítés fogalma. Egyfajta fotómozaik térképet készítettek minden négyzetcentiméterről a német vonalak mögött, amit aztán kiterítettek, és látták, hol vannak a fedezékek, a géppuskafészkek, hol épültek új védelmi vonalak. Neuf-Chapelle volt az első eset, amikor ilyen pontos térképet használtak, hogy támogassanak egy komoly tüzérségi hadműveletet. A felderítés mellett a repülőgépek másik szerepe a tüzérségi tűz megfigyelése volt. Azt csinálták, hogy nagyjából a cél irányába lőttek. Aztán a légi megfigyelők morzejelekkel elküldték a korrekciót az ütegnek. A repülő volt a tüzérek szeme. Ez a két dolog, a légi felderítés és a tüzérségi megfigyelés, azt jelentette, hogy a királyi repülőhadtest itt végezte először azt a feladatot, amit aztán a következő 3-4 év során folytatni fog. Neuf-Chapelle-nél a hadviselés jellege végleg megváltozott. A magasban lévő szemek elhozták a csatamezőre a harmadik dimenziót. A parancsnokoknak pedig a földön új feladatuk lett, elvakítani az ellenséget. A mai gépek már teljesen fel vannak fegyverezve. De Neuf-Chapelle idejében ez nem így volt. A repülőgépek elsődleges feladata a hírszerzés volt, a fegyver a gépen csak későbbi ötlet volt. Ez a királyi repülőhadtest pisztolya az első világháborúból. Ha megnézzük a hátulját, a 48. századé volt, 1916. május, úgyhogy elég korai darab. A háború elején még kézi fegyvereik voltak, és nem is voltak nagy károk, amíg valaki ki nem találta, hogy felerősít egy géppuskát a repülőgépre. Az első világháborúban ez a kétfajta lőfegyver volt elérhető a brit királyi repülőhadtest számára. Ez itt egy Vickers nehézgép puska, az alsó pedig egy Lewis léghűtéses puska, ami inkább egy gépesített karabé, mint géppuska. A Lewis puskát általában mozgatható puskaként a pilóta mögötti ferde körívre szerelve használták. Néha a szárny tetejére erősítették, a légcsavari fölé, de így nagyon nehezen lehetett hozzáférni, ezért ez nem nagyon vált be. A lövésznek tulajdonképpen állnia kellett a puskát, és persze meg kellett szüntetni az akadályokat, amelyek a fegyverrel adódhattak. Mindez 80 kilométeres szélben. Egyenesen rá akartak repülni a célra. De az volt a probléma, hogy a légcsavaron keresztül nem lehetett lőni, mert akkor nyilván szétlőtték volna. A szemben álló felek megszállottan versenyeztek, hogy kifejlesztenek egy biztonságos, előretüzelő géppuskát. Amint ez sikerül, megszületik a világ első vadászgépe.
Az első lépést egy újonnan besorozott katona tette meg, aki már a háború előtt ismert volt a repülés világában. A vadászgép a háború előtti francia repülős Roland Garros fejében születik meg. Nagy hazafi volt, és nem tetszett neki, hogy a németek megszállták a hazáját. Így aztán elhatározta, hogy megtalálja a módját, hogyan álljanak bosszút rajtuk a levegőben. Garros a szerelőkkel fémlapokat szereltetett a légcsavar hátsó oldalára, pontosan a géppuska tűzvonalába, és ezeket mereven odaerősítette a géphez. Tüzeléskor, ha szerencséjük volt, a lövedék keresztül ment a légcsavarkörön, anélkül, hogy eltalálta volna a légcsavart, de ha mégsem, akkor eltalálta a terelőlapátot, amely eltérítette. Garros megoldása kezdetleges volt, de működött. Mikor ez az együléses egyenesen rájuk repült, azt gondolták, ez megőrült. Ha azt látjuk, hogy áll, és ránk fogja a géppuskát, akkor elmenekülünk, de nem állt fel. Garros halálra rémítette a németeket, mert a gépet repülő géppuskává alakította. Rövid két hét leforgása alatt három német gépet lőtt le, de aztán elhagyta a szerencséje. 1915. április 18-án eltalálták a földről. Le kellett szállnia az ellenséges vonalak mögött, és a titkos fegyver épségben maradt. A német hadsereg úgy dönt, a legjobb, amit tehetnek, hogy odaadják a gépet az egyik tervezőjüknek azon kevesek közül, akik a franciákéhoz hasonló könnyű repülőket terveznek. Ez a tervező pedig történetesen a holland Anthony Fokker. Fokker pedig még valamit hozzátett Garros újításához, méghozzá olyat, amitől a légi hadviselés megkerülhetetlen lett. Összehangolta a géppuskát és a légcsavart. Mindig, miután egy légcsavarlapát elhaladt előtte, a géppuska lőtt. Aztán, mikor újra elhaladt, megint lőtt. Így a lövedék gond nélkül átment a légcsavaron. Ez volt a megszakító szerkezet. Most bizonyos dokumentumok és néhány ritka pótalkatrész segítségével rekonstruálni lehet egy későbbi géppuska megszakító mechanizmust, amelyet Fokker újítása inspirált. Ez egy hidraulikus rendszer. A rendszer dugattyúkon alapult, amelyeket a motor vezérlésének bütykei működtettek, ugyanúgy, mint a mechanikus rendszert. Csak ennél voltak nagy nyomású hidraulikus csövek, amelyek a géppuska tetején lévő dugattyúhoz vezettek. Így megakadályozták, hogy a géppuska tüzeljen, amikor a légcsavarlapátjai útban voltak. Lövés, 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 és így tovább. A lövedékek a piros részeknél mennek keresztül. A megszakító mechanizmust 10 másodpercnyi pontossággal és hajszál pontosan kellett beállítani. A repülő számára ez élet-halál kérdés volt. Géppuska tűz. A versenyt, hogy kié lesz az első vadászgép, a németek nyerték egy egyfedelű géppel, a Fokker E1-essel, az úgynevezett Eindeckerrel. 1915 nyarán ez a gép rengeteg pusztulást okozott Észak-Franciaország egén. Ezt az időszakot csak Fokker-vészként emlegették. Bizonyos értelemben ezek az első vadászgépek, mert szinkron géppuskájuk van és előrefelé tüzelnek. A légi háború elkezdődik.
Az úgynevezett fokkervésszel nagyon megnehezítik a franciák és a britek számára a légifelderítést. Rendkívül hatékonynak bizonyult. Néhány hétig vagy hónapig uralták a harcot, amíg ki nem fejlesztettük a saját rendszerünket. De ez csak hetekig tartott. 1915-ben majdnem naponta születtek új repülőgéptervek. Az Endecker nem volt valami nagyszerű gép, legalábbis vadászgépnek nem volt jó. A Washington Egyetemen légügyi szakos hallgatók egy negyedére csökkentett méretű Endecker stabilitását vizsgálják. Ilyen modern szélcsatornában végzett vizsgálatok nem léteztek 1915-ben. Ha léteztek volna, ki tudták volna küszöbölni az Endecker hiányosságait. A vadászgépektől azt várjuk, hogy gyorsak legyenek, lecsapjanak és távozzanak. Ez azt jelenti, hogy az emelkedési és a süllyedési képesség alapvetően a szerkezetből kell, hogy adódjon. A hallgatók azt fogják vizsgálni, hogy az Endecker képességei megfelelnek-e ezeknek a szempontoknak. Jó, emelkedik. Felemeltük támadáshoz. A szárnynak a repüléshez kell egy állásszög. Ez a szárnynak a légáramlással bezárt szöge. Amikor a pilóta emelkedni kezd, növelni kell az állásszöget. Látjátok a tetején a drótokat? Azok húzzák felfelé a szárnyakat. Tipikus Wright-féle probléma. De még az emelkedés kis növelésével együtt is bajban van az Endecker. Gyorsan veszíti a felhajtó erőt. Hamarosan átesik. Nagyon fent van, így lezuhanna. Az Endeckernél, ha keskenyebb a belépő él egy bizonyos állásszög mellett, ahelyett, hogy az áramlás leválása kilépő élnél kezdődne, már a belépő élnél elkezdődik, és bum! Hirtelen a következő pillanatban egy kicsit nagyobb állásszög, és már nem repülünk. Az eredmény végzetes pörgés lehet, és katasztrófába is torkolhat. Elszakadt. Hát ez aztán. A világ első vadászgépe ugyanolyan veszélyes volt a pilótára, mint az ellenségre. Az Endecker egy olyan repülőgéppel szemben, amely alig egy évvel később jelent meg, semmit sem ért. Nem kelhetett versenyre még a saját kortársaival sem, de az előre tüzelő géppuska mégis nagy áttörés volt. Az Endecker rövid uralma véget ért, de az előre tüzelő géppuska megmaradt, és egyre előteljesebb gépekre szerelték fel. Egy repülőgép elkészítése a vázlatoktól a megvalósulásig körülbelül 3 hónapig tartott. De nem csak a repülőgépek készültek el gyorsan. A pilóták kiképzése alig tartott tovább néhány hétnél, és a fedélzeti géppuskának köszönhetően sokan közülük szerencsések voltak, ha ennyi ideig életben maradtak. Oswald Boelcke, a kitűnő német harcászati szakember alkotta meg először a légiharc szabályait. Arra utasította a pilótáit, hogy kötelékben repüljenek, kölcsönösen védjék egymást, mindig nagy sebességgel repüljenek, hátuk mögött a nappal. Ne bocsátkozz harcba, amíg nem biztosítottál magadnak minden előnyt. Váratlanul támadj, tüzelj és tűnj el. Tüzelj nagyon közelről és tűnj el, akármi is az eredmény. Újkor volt ez, a sztárpilóták kora, amelyben a levegő lovagjai halálos csatákat vívtak. Minden nemzetnek megvolt a maga bajnoka, akiknek eredményeit nyilván is tartották. Nagy-Britanniának olyan pilótái voltak, mint Billy Bishop, aki egyedül 72 ellenséges gépet lőtt le, és Albert Ball, aki 44-et. A franciáknál ott volt René Fonck 75 géppel, és Georges Guynemer 53-mal. Az amerikai Eddie Rickenbacker 26 gépet lőtt le. A németek első számú sztárja Oswald Boelcke 40-et. De a legsikeresebb Manfred von Richthofen, a legendás vörös báró volt, 80 lelőtt géppel.
A sztárpilóta a propaganda találmánya. Jó hatása van a közmorálra, és legendának is kiváló. Úgyhogy minden ország a többi pilóta elé helyezi őket. A sztárpilóták kiváltságosak voltak. Bemehettek a gyárakba és a fegyverellenőrökhöz, és követelhették a változásokat. Az ő folyamatos igényük a gyorsabb és erősebb gépekre lendületet adott a repülőgép tervezésnek. 2-3 havonta valaki bemutat egy új repülőt, és a csúcs teljesítményű gép, amely a legjobb a fronton, már is a mezőnytől lemaradva találja magát. Anthony Fokker új háromfedelű gépének fejlesztésében maga Richthofen is segített. Georges Guynemer, a francia sztárpilóta a saját géppuskája köré építette meg Spad nevű gépét. Ez volt a harci gépek új tervezési stílusa. Rendelésre gyártott gép, amely alkalmas a feladatra és megfelel a pilóta igényeinek is. 1916-17-ben a nyugati fronton feltűnt néhány klasszikus vadászgép, és mindegyik igyekezett túlszárnyalni a másikat. Az egyik, amelynek dicsősége hetekig tartott, von Richthofen újabb kedvence volt. 1917 tavaszán vetették be először, és nagy mértékben felelős a történelem által véres áprilisnak nevezett időszakért. Az Albatros D1, amelyet hamarosan követett a D2 és a D3 is, erős felépítésű és kiválóan manőverezhető gép volt. A németeknek nagy előnyt jelentett a kiváló soros, vízhűtéses motor, amelyet abban az időben a Benz és a BMW gyártott. A motor elég erős volt, hogy a gép két összehangolt, légcsavarkörön keresztül tüzelő géppuskát is elbírjon. A tűzerő ilyen mértékű megnövekedése világverővé tette az Albatrost. Észak-Franciaország egét az Albatros uralta. ...1917 tavaszára egymást élik a vadászgépek. A tömeges ütközetek a levegőben hozzátartoznak a háborúhoz, és szükségesek a földi harcokhoz. A német repülőegységek alaposan el vannak látva albatroszokkal, és képesek nagy darabokat kihasítani a brit királyi repülőhadtestből. Jogosan hívták véres áprilisnak, a királyi repülőhadtestnek szörnyű veszteségei voltak. A királyi repülőhadtest soha nem felejti el a véres áprilist. 139 gépet vesztettek, többet, mint bármelyik másik hónapban a háború alatt. A repülőgép halálos fegyver lesz, és fellángol a légiháború. Észak-Franciaország ege egy új, majdnem apokaliptikus víziónak volt tanúja, amikor a vadászgépek újabb és újabb hullámokban csaptak össze a légtér uralmáért. Óriási méretűvé dagad a légiháború a harcterek felett, mert rengeteg vadászgépet kell bevetni, hogy megakadályozzák a felderítést a harctér felett, az ellenség pedig szintén vadászgépekkel próbálja meg megvédeni a felderítő repülőit. Ahogy a Földön a háború anyagháború, amelyben rengeteg embert mészárolnak le, a légiháború is kezd ilyenné válni, anyagcsatává. A véres április folyamán egyedül von Richthofen újabb 18 áldozatot jegyezhetett fel, de egy év múlva ő is meghalt. Ellenségei teljes katonai pompával temették el azt az embert, aki olyan könyörtelenül harcolt ellenük. A modern hadviselés történetében soha többé nem fordul elő ilyen lovagiasság, és bár a sztárpilóták kora leáldozóban volt, a légierő kora csak most kezdődött. Vajon ki a legnagyobb gyilkos? Richthofen 80 körüli gépet lőtt le, mondjuk ennyi embert ölt meg. De gondoljunk bele, hány embert tudott megölni egy megfigyelő és a pilótája egyetlen bevetéssel?
Ha már a kezdetekkor kiszúrtak egy német ellentámadást a nyílt terepen, zárótüzet indíthattak, és így több száz embert öltek meg. Ők voltak a nyugati front igazi gyilkosai. A vadászgépek úgy megragadták az emberek fantáziáját, ahogy a felderítő gépek soha. De ahogy a nemzeti hőseik elvesztését gyászolták, mindkét oldal katonai szakértői ráébredtek a légierő különböző szerepeinek halálos hatékonyságára. És van egy olyan funkció, amely már akkor foglalkoztatta a katonákat, amikor a háború még el sem kezdődött. A bombázás. 1914-ben a repülőgépek és a motorjaik még nem voltak elég erősek, de ez nem tartotta vissza a katonaságot a próbálkozásoktól. Eleinte egyszerűen olyan tüzérségi lövedékeket dobtak be, amelyeknek szárnyak voltak a végén. Így kezdődött. A pilóta és a felderítőgépben azt gondolták, jó lenne, ha le tudnának dobni egy lövedéket közvetlenül az ellenséges vonalakra. Valószínűleg ez az első brit bomba, kézzel tartották és egyszerűen kidobták a repülőből. Itt van egy propeller, amelyet egy vékony dróddarab tartott a helyén. Amikor a bombát ledobták, ez eltört, a légáram megpörgette a propellert, amely élesítette a robbanó szerkezetet. Ezt aztán bombává fejlesztették, ami persze nehezebb lett, és már nem volt praktikus kézzel kidobni a gépből. A nyugati fronton 1914-ben még mindig nem volt olyan gép, amely elég nagy és erős lett volna, hogy bombákat vigyen. De nem így volt ez keleten, ahol a németek egy másik háborút vívtak. Ott ördögi csodákat műveltek Igor Szikorszky ötletei nyomán. Szikorszky már a háború előtt valami olyat kezdett el fejleszteni, amit mai szemmel is egy nehéz bombázó prototípusának néznénk. Egy négy motoros gépet, ami ritkaság volt abban az időben. Ez 10 fős legénységet és jelentős rakományt tudott elvinni nagy távolságra. Az Ilja Muromets döbbenetes gép volt a maga idejében, mert zárt pilóta fülkéje és utas kabinja volt. A belsejében asztal volt terítővel, fonott székek és az utastérben világítás. A kabin fűthető volt, ami abban az időben szinte hihetetlennek tűnt, hiszen 1914-et írtunk. Ki lehetett sétálni a törzs felső részére, megállni az Ilja Muromets tetején és nézni, ahogy a gép 1000-1500 méteres magasságban cirkál. Ha az orosztály végtelenségére gondolunk, érthető, hogy az oroszok nagy repülőgépet akartak nagy hatótávolsággal. Ez nem olyan, mint Belgium. Szikorszky gépe hatékony bombázónak bizonyult és komoly gondokat okozott a németeknek. A szövetségesek szerencséjére nyugaton nem létezett ilyen gép. Már csak a háború egész késői szakaszában, amikor a németek a rendkívül drága Zeppelinek gyártásáról átálltak a kétmotoros, részben Szikorszky gépén alapuló Gotha bombázókra. Ez 1917 májusában történt. 1917 májusában egy új veszedelem bukkant fel, a Gotha. Ezek az akkor erősnek számító motorokkal felszerelt bombázók jelentős terhet tudtak szállítani, abban az értelemben, hogy azt már megérte ledobni, az már komoly károkat okozott. A leghatásosabb támadás 1907. június 13-án volt, amikor erősen bombázták Londont. A kár, amit okoztak, csak kellemetlenség volt. Lekapcsolták a fényeket, le kellett állítani a gyárakat, a kohókat, ami nem tesz jót nekik. Ez mind zavarokat okoz. A bombázástól nem állt le a közlekedés, csak összezavarodott. Végül is, amit a németek elértek, bosszantó kellemetlenség volt. Talán csak kellemetlenség, de azért 162 londoni meghalt, és további 432 megsebesült ebben a légitámadásban. Ha nem is szándékosan,
A német bombázók valami olyat indítottak el, amely átformálta a világot. Mivel rávilágítottak a haza védelmének szükségességére, a bombázások arra indították Nagy-Britanniát, hogy létrehozza a világ első önálló légierejét, a királyi légierőt, amely többé nem a hadsereg részeként, hanem mellette működött. És a gépek egyre erősebbek, veszélyességük egyre csak nő. Ettől kezdve egy katonai erő csak a repülőgépek széleskörű és sokoldalú felhasználásával reménykedhet abban, hogy legyőzi az ellenséget. A szárazföldi és a tengeri haderő már sosem lesz elegendő. 4 éven belül a repülőgép egy fegyvertelen, gyenge felderítő eszközből, amelyben saját parancsnokai sem bíznak, az első számú fegyverré nőtte ki magát, amely olyan sokoldalú volt, hogy önálló parancsnokságot érdemelt. A világháború felhasználta és hadrendbe állította a repülőgépet. Kellenek olyan repülők, amelyek a bombákat viszik. Lassúak ugyan, de nehezek, jól védettek és nagy súlyt elbírnak. Kellenek gyors gépek is, amelyek megfigyelik az ellenséges területeket és nagyon gyorsan szállítják az információkat. Kis gépek is kellenek, amelyek nagyon gyorsak és nagyon fordulékonyak. Ezekkel lehet megtámadni az ellenséges felderítőgépeket és bombázókat. A bombázók létrejöttével teljes lett a légiflotta. Az első világháborúban megszületett a világ első egységes légiereje. Felderítés, földi támogatás, vadászgépek, bombázók, annyi fajta gép, ahányfajta küldetés. A jövő feladata ezeket mind egy harcászati és stratégiai fegyverrendszerré kovácsolni. És ha ez létrejön, a harci gépek nem csak ellátják feladatukat a harcban, de elhozzák a légierőkorát is. Narrátor Korotnai Géza, munkatársak Filák Lajos, Férentáj Bernadett, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.